Jó estét kívánok, a heti vizit nézőit egy tudományos újdonsággal fogjuk elkápráztatni. Hartman Gábor főorvossal, szülésznőgyógyász főorvossal, mert hogy tegnap olvastam egy, azt hiszem, kétnapos hírt, Magyarországon kétnapos hírt, nyilván a világban már egy kicsit régebben létező hírt, hogy egy egészséges gyerek született 2 kilogramm, vagy majdnem 3 kilogrammal, 2,90-nel átültetett méhből. És ez a méh átültetés, ez ennek a hírét azt már minthogyha hallottam volna valamikor 1-2 évvel ezelőtt, de az, hogy a méh átültetésnek a célja nyilván a gyerek, és hogy most már eredményesen lehetett idegen méhből épp gyereket szülnie valakinek, azt hiszem skandináv volt ez az eset, azért az meglehetősen meghökkentő. Úgyhogy azzal kérem, hogy kezdje el, hogy ezt hogy kell érteni, kitől kap méhet, ki az, akinek méhátültetésre van szüksége, és hogy egyáltalán hogy megy ez orvosi bravúre, vagy sebészeti bravúre egy méhet átültetni. Hát először is jó estét kívánok. Másodszor nagyon szépen köszönöm, hogy ezt a meghívást, hogy itt lehetek. Amikor erről kérdez, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy ez valóban egy sebészeti bravúr. Tudomásom szerint a világon, ezek szerint, amit maga tegnap olvasott, akkor ez a második eset. Én egy norvég esetről tudok, ami 1,5 évvel ezelőtt történt. Egy sikeres terhesség és egy 2 kg 700 g-os gyermek született, és a műtét során a császármetszés után eltávolították az átültetett méhet. Ez is, amiről én olvastam, az ott 2,90-es volt a gyerek, és császárral született rendesen, nem lehet szülni az átültetett méhet? Nem lehet az átültetett méhnél, ennek többféle oka van, de egyébként is, miután ez egy ilyen különleges módon elhelyezkedő szervé válik, miután az összes ereket újra kell összeegyeztetni. Hát a szívátültetésnél is gondolom, ez ugyanez igaz, a teendő, de nem? A szív nem van, nincs kitéve annak a megterhelésnek, hogy mondjuk valakinek egy tolófájások során tulajdonképpen kőkeményen, tehát szülni. Nem lehet szülni rendesen ebbe az esetbe. Ez valóban egy bravúr, az utolsó 5 évben tudok erről, hogy vannak próbálkozások a méhátültetéssel kapcsolatosan. Általában a betegek, akik erre szorulnak, azok kétféle okok miatt szoktak erre szorulni. Az egyik egy olyan fejlődési rendellenesség, aminek eredményeképpen méh nélkül születnek. A másik ok az pedig az, hogyha valamikor fiatal korukban valamilyen megbetegedés miatt ugye elvesztették a méhüket. Ez lehet különböző jóindulatú daganatok, aminek az eredménye az volt, hogy megtartani a méhet a műtét során nem lehetett. Most ezeknek a nőknek teljesen normális petefészkük van, egy teljesen normális petesejtet tud produkálni, tehát neki az lenne a megoldás, hogy ugye lenne egy méhe, és akkor ezt a gyermeket megszülni. Persze vannak más módszerek is ezzel kapcsolatosan, mert van a béranyaság, amikor a petesejttel és a férjének a spermájával ugye megtermékenyítenek egy petesejtet, és akkor egy béranya kihordja a terhességet, de hát azért persze ez az egyszerűbb módszer. Igen, erről Amerikában, mármint hogy erről lehet olvasni, hogy Amerikában ez engedélyezett, Magyarországon most éppen nem engedélyezett egy pár éve, de volt, amikor engedélyezett volt, mert én csináltam interjút olyan ez nővel, igaz, aki ez most is engedélyezett Magyarországon, nagyon-nagyon közeli rokonság esetében. Aha, tehát szabad. Az azt jelenti, hogy mama, testvér kihordhatja. Jó, közben megkérem, hogy a bejátszót indítsuk el, mert itt a hátunk mögött majd lehet látni azt a filmet, amit az internetről, erről a méh transplantációról lehetett. És nem tudom egyébként, hogy ez egy image filme, vagy valóban akit látunk terhesen, az a mama, akinek átültetett méhe van.
Minden esetre valamennyire, szóval nem akarom, hogy elmagyarázza, álljunk meg és rendesen figyeljünk és magyarázza el, mert kicsit nekem úgy tűnik, mintha ez egy imagefilm lenne, tehát nem igazán arról a nőről szól, akinek a méhét átültették, de valamennyit lehet értelmezni így a képek alapján arról, hogy mi történt. Közben pedig azt kérem, hogy magyarázza el nekem, hogy ahhoz, hogy valakinek a donortól származó méhe funkcionálni tudjon, ahhoz ugye a saját petesejtjét azt előtte alkalmassá kell tenni arra, hogy abból gyerek legyen, azt meg, hogyha már szedi az immunszupresszívumokat, akkor már nem nagyon lehet. Ugye? Akkor nem lehet. Ez így igaz, de ami Norvégiában történt, erről azt tudom elmondani, hogy a petesejte, mielőtt megtörtént a méh átültetés, a petesejtet lefagyasztották, és fagyasztott petesejtből, tehát Lombik Baby program gyanánt került vissza az embrió az átültetett méhbe, és így született meg a gyermek. Az immunszupressziónak természetesen van hatása a petefészkekre, nem igazán tudjuk, nagyon kevés eset van, úgyhogy nem lehet semmit egyértelműen elmondani, hogy milyen hatása van, de azt gondolom, hogy biztos, hogy nagyon növekedne a különböző fejlődési rendellenességek, a gyakorisága. Tehát akkor nem akarják kipróbálni, milyen az, hogyha gyógyszerrel lehoznak ehhez, létre nézd, ehhez annyit tudok mondani, hogy valószínűleg vannak próbálkozások. Norvégiában van egy ilyen centrum, az Egyesült Államokban van egy ilyen centrum, és tudomásom szerint Skóciában van egy ilyen centrum, ahol ezzel próbálkoznak. Egyelőre nagyon kevés tudományos publikáció van ezzel kapcsolatos. Ezek szerint egy-egy eset van, amiről érdekesség gyanánt beszélhetünk, de ugye ez nem old meg semmit. Igazából azoknak a problémáját, akik ebben a ritka fejlődési rendellenességben szenvednek. Akkor megoldás azoknak az embereknek a számára, azoknak a nőknek a számára azért hosszú távon nem a méh átültetés, hanem a béranyaság kontrollált engedélyezése, nem? Hát valószínűleg ez a megoldás, de azt gondolom, hogy azért a méh átültetés azért 20 évvel ezelőtt nem gondoltam volna, hogy olyan mértékben növekszik a Lombik Babynek a fejlődése, ahogy az elmúlt 20 évben növekedett. Azt gondolom, hogy az orvostudomány az nagyon halad előre, tehát eljöhet egy olyan idő, amikor ez rutin beavatkozássá válik. Igen, hát eltekintve attól az apróságtól, hogy honnan szereznek méhet. Hát mert igen. Alkalmas méhet vagy halottból lehet szerezni, vagy családtagtól, akinek már nem kell, vagy nem tudom, ismeretségi hát körből. Igen. Akinek már nem öreg, nem kell neki, hasműtétet vállal, hát azért az szerintem egy korlátozott és behatárolt populáció. Úgyhogy azért... Én annyit tudok még elmondani, hogy a jelenleg Magyarországon épülő legnagyobb magánkórházban, valószínűleg 2020-ban mi is tervezünk egy ilyen méhátültetést. Személy szerint ön? Nem személy szerint. Személy szerint ennek az intézetnek a stratégiai igazgatója. Hát reméljük, hogy ez létre is fog jönni. Nagyon sok minden kell hozzá. De ez egy sebészeti bravúr. Ez ugye? Egy sebészeti tehát, hogy ez igazából bravúr. Azt tükrözi, hogy hol tart. Itt egyébként, és ezzel már be is fejezem az erről való érdeklődést, mert azért mégiscsak kénytelen vagyok azzal foglalkozni, amiért ide hívtam, nevezetesen az, hogy egyre több nő szül egyre idősebben, de hogy még visszaugorjak egy fél pillanatra, robot hajtotta végre ezt az operációt az egyik esetben. Tehát, hogy robot sebészet. Nem az egyik esetben, mindegyikben? A két esetben, tényleg? Amiről én tudok, hogy élve marad, tehát megszületett a gyermek, ott is robot. Tehát a norvégiai eset, ez egy robottal elvégzett műtét volt. Ezt annyira nehéz egy laikusnak követni, hogy kell elképzelnem? Hát úgy kellene elképzelni, hogy a különböző eszközök benne vannak a hasüregbe, és egy
tulajdonképpen egy pultnál ül a sebész és operál. Egy joysticket egy mozgat, joystickkal és mozgat. Előtte ő rakta be az eszközöket a nőnek a hasába? Nem ő rakta, általában az asszisztensek rakták be az eszközöket a hasába. Ez hihetetlen ez az egész dolog, de ez szerintem egy külön ezt téma. Hüvelyen keresztül csinálják? Ez már abba hagyom, csak már még ennyit akarok. Nem. Fölvágják a hasát az illetőnek? Nem vágják föl, hanem különböző kis 1 centis, 2 centis, 1/2 centis meccések vannak a hason, azon bevezetnek speciális trokkárokat, és azokon az bevezetnek, amivel tulajdonképpen átszúrjuk a hasfalat. Aha. És hogy kerül bele a halottból kivett méh? Ezeken a lukakon? Nem, hát amikor ezt a műtétet végezték, tehát hogyha most a... Én azt gondoltam, hogy már a robotról kérdez. De a robot nem, nem, műtét, az nem? Átültetés, az egy robot műtét, de az egy nyílt hasnál volt. Tehát egy nyitott hasnál volt. Úgy került be a méh. Oké, rendben van. Akkor fölvágják a hasát, berakják az eszközöket, és joystickkel irányítja a pulttól a sebész. Igen. Azt, hogy mit csinálnak a berakott eszközök. Igen. És ettől jobban jár az, akin a műtétet hát, végrehajtják, mint hogyha az orvos a saját kezével, a saját gondolatai által, vagy érzékelése által vezérelve rakosgatott, nem tudom én, lágy részeket ide-oda, meg varogatja azt össze gondolom, az ereket? Hogy igen, csak az a helyzet, hogy a robottal sokkal precíziósabb beavatkozás többet lehet. Tud, mint amit a sebész intuíciója, meg a tapasztalat. Meg... De hát ő a sebész irányítja. Milyen mélyen, milyen mélységbe, stb. Hát azért ez elég izgalmas. Na jó, majd egyszer hozzon egy olyan filmet, ahol ezt lehet értelmezni. Erre csak annyit tudok, hogy pillanatnyilag Magyarországon mindenki nagyon várja, hogy megkapjuk az engedélyt. Magyarországon még nincs robot, de folyamatban van. Ha minden igaz, egy éven belül lesz robot Magyarországon. Hát ez nagyon izgalmas. Akkor majd beszélünk róla. Meg hogyha megcsinálták Magyarországon az első ilyen mély átültetést, azt is nagyon szeretném elsőként tudósítani. Hát azt gondolom, hogy akkor meghívjuk Önt. Nagyon boldogan megyek, jó, és még annyit megmutatjuk szeretnék a heti tévénézőinek. Igen? Még annyit szeretnék ehhez hozzátenni, hogy azért, ha megtörtént a mély átültetés, akkor most jön a következő probléma, a terhesség kihordása. Ugye ezekben az esetekben rendkívül magas a vetéléseknek a száma. Tehát amikor egy ilyen dolog megtörtént, hogy két esetről tudunk, hogy megszületett két gyermek, ez valóban a terhes gondozásnak is egy különleges bravúrja. Ez nagyszerű, és most akkor még az utolsó mondat, hogy egyébként mi lesz azzal a méhkel, amelyikből megszületett a gyerek? Azt a császármetszés során megtörtént a gyermek kiemelése, és utána eltávolítjuk ezt a beültetett. Mert ez csak addig szolgál, ameddig amíg a célben nem a cél következik, vagy elérte. El nem érik a cél. Aha. Nem akarják az immunrendszerét tovább terhelni a mamának. Tovább terhelni különböző immunszupresszás. Akkor most jöhet a valóságos téma, amiért idehívtam, hogy egyre többen szülnek 40 év fölött a nők. Ráadásul kormányprogram nem a 40 év fölötti szülés, hanem a minél nagyobb gyerekszámnak az elérése. 40 év fölött szülni, azt még eddig az összes szülésznőgyógyásztól azt hallottam, hogy nagyon ellenőrzötten persze lehet úgy, hogyha minden körülményre figyelemmel vannak. Ugyanakkor meg a nőkben lehet, hogy hamisan, de van egy olyan tudat, mármint hogy megcsalja a nőket az érzékelésük, hogy sokkal tovább tolódnak ki az egészséges élet, meg a fiatalságnak a korlátai. Tehát, hogy régen, amikor én szültem, akkor a 30 éves, az már ilyen késői első szülőnek számított a mellettem lévő ágyon, mert én 24 évesen, vagy 24 és 25 között számítottam a normális, átlagos életkorban szülőnőnek. Aztán eltelt hip-hop 31 néhány év, és most meg már a 40 éves számít olyannak, mint a 30 éves volt régen. Hát igen, az az igazság, hogy régen nagyon gyakran megbántottuk a nőket, mert ha valaki betöltötte a 35 évet, akkor úgy definiáltuk, mint késői először szülő. Uh-huh. Ami szerintem egy kimondottan
sértő volt a nőknek. Ez így van, szerintem is. De ehhez azt is tudni kell, hogy 50 évvel ezelőtt a gyerekeknek a 70%-a olyan anyáknál született, akik 30 év alatt voltak. Jelenleg a 60%-a a gyermekeknek, aki születik, és ez egy világstatisztika, azok 30 év fölött vannak. És körülbelül 10%-a van Magyarországon azoknak a nőknek, akik az első gyermeküket 38 év fölött szülik. Természetesen ez nem országos adat, mert hogy ez az egyes számú női klinikának az adata, hogy a náluk megszült nőknek a 10%-a az először szülőknek az 38% fölött. Igen, de hát nem is budapesti adat, mert azért az egy országos persze, centrum, persze, ország, igen. Jobb a kép, vagy általánosabb a kép. De minden esetre ezt mutatja. Korázban. Persze lehet keresni az okát, hogy mivel van-e ez összefüggésben. Hát részben azt gondolom, hogy egy picit az egész világ megváltozott. A nőknek egy nagy része először tulajdonképpen valami egzisztenciát szeretne teremteni magának. Az egzisztencia mellett azt gondolom, hogy szeretne teremteni magának valamilyen szakmai előrelépés. Hát meg biztos kapcsolatot, azért és azt ne felejtsük el. Hát most azt kizárom, mert hogy azért egyre többet találkozom olyan esetekkel, amikor nem kapcsolatba szülnek gyermeket 35-36 éves korban. Hanem maguknak, hogy hanem maguknak szülnek, mert azt mondják, hogy megvan az egzisztenciájuk, minden rendben van, ők szülnek maguknak a gyermeket, és hogyha jön egy olyan párkapcsolat, ami jó, az jó, ha nem jön, akkor van egy akkor gyerek legalább. És akkor van egy gyerek. Aha, jó, ez most nem, sajnos annál kevesebb az időnk, mint hogy ezt morálisan értékelje, bár érdekelne abszolút, hogy mit gondol erről, de az viszont abszolút érdekel, hogy biológiailag van olyan jó esélye most egy ilyen 30 és 38 közöttinek, mint egy 22 és 28 közöttinek? Azt gondolom, hogy egy nőnek van egy biológiai időablaka, amikor szülhet gyermeket. Most, hogy ennek a meghatározása, ez nagyon relatív. Ez lehet 30 év, lehet 35 év. Nagyon nehéz erre válaszolni. És lehet 45 év is, és lehet 45 év is. Természetesen, hogyha 40 év fölött beszélünk, akkor hát gyakran előjönnek a különböző krónikus betegségek, akkor már a szövetek nem annyira megfelelőek, nem annyira jól viselhetik a terhességet, de azt kell, hogy mondjam, hogy ha kellőképpen meg van szervezve a terhesgondozás, akkor 45 éves korban is ugyanolyan mértékben és ugyanolyan egészséges gyermeket szülhetnek a nők. Nagyon fontos, hogy különböző genetikai betegségeknek a gyakorisága természetesen 35-40 év fölött növekszik. Tehát ezeknek a kiszűrése, ez egy rendkívül fontos dolog. De ez már kötelező is, nem? 39 éves kortól kötelező. Igen? Magyarországon. Valami egy úgynevezett magzatvíz vizsgálat. De azért ma már a nőgyógyászati protokollok úgy vannak kialakítva, hogy 35 éves kor után mindenképpen egy teljes körű genetikai vizsgálat elvégzése szükséges. De ez egyébként nem kötelezi a terhes anyát semmire. Tehát, semmire nem kötelezi. Azt hogyha gondolja, a terhes hogy kihordja azt mondja, hogy beteg a gyereket, akkor gyerekét az ő... kihordja, akkor az az ő döntése. Uh-huh. Ez teljesen, és el kell, hogy mondjam, nagyon sokan így döntenek. Igen, tudom. Nekem olyan ismerőseim vannak, akik nem mentek el, és úgy lett Downos gyerekük, de szándékosan nem mentek el, hogy amit a sorsad, azt elfogadják. És én még egyet szeretik. Akarok ezzel elmondani, mert hogy ugye ilyenkor nagyon gyakori a kérdés, hogyha valaki mondjuk 40 év fölött szül, akkor hogy szüljön? Spontán szüljön, vagy legyen császármetszi? Most hát ez is egy nagyon nehéz kérdés, és ahány nőgyógyászhoz elmegy egy nő, annyiféle választ fog kapni. Én csak egy pár statisztikát szeretnék, illetve hoztam el, hogy a 40 év feletti nőknek a 22,4%-a az esélye annak,
hogy császármetszéssel szülnek. Ugyanakkor a 20 és 24 év közötti nőknek ez körülbelül 7%. Tehát ez is azt mutatja, hogy ugye az esélyek különböző. De nem lehet az, hogy egyszerűen nem akarnak kockáztatni se az orvos, se az anya 40 fölött. Hát egy 20 és 30 közötti nő az még a sorstól bármit akarhat. Egy 40 fölötti az, hogyha gyereket akar és neki áll előállítani, az már nem akarja a rizikót saját magának fokozni. Tehát, és az szerintem az orvosa se akarja. Teljesen igaza van, de ennek ellenére én azt gondolom, hogy ebben az esetben inkább az orvos nem akar kockáztatni, mint a szülőnek. Azért, mert a szülőnök nagy része, a szülés az egy ilyen speciálisan bizalmi helyzet, amennyire vissza tudok emlékezni, és hogy szívesen átpakoljuk a döntés jogát, felelősségét az orvosra. Tehát kevés ilyen kontrollmániás nő van, aki azt mondja, hogy én megmondom, hogy akarok szülni, mondja azt meg az orvos. Ez így igaz, de azt gondolom, hogy ebbe az orvosoknak nagyobbik hányada mégis azt gondolja, hogy 40 év után nem reszkírozok, és inkább megcsinálom. És maga mit gondol erről? Munkadarabtól függ? Tehát, hogyha igen, ilyen nagyon tehát friss, ez a betegtől friss beteget talál, akkor hagyja rendesen szülni? Hát azt gondolom, hogyha először terhes, rendkívül komplikált volt a teherbeesés, nagyon nehéz volt maga a terhesség kihordása, nagy valószínűséggel császármetszés kellene csinálni, de hogyha valaki több egyszer szülő, és 42 éves korában úgy dönt, hogy két egészséges gyermek után szeretne szülni egy harmadikat, azt gondolom, hogy ezeknek a nőknek mindenképpen meg kell adni a lehetőséget. Mert egyébként csak technikailag kérdezem, hogy ha menet közben kiderül, hogy az a gyerek mégse tud rendesen kijönni, akkor meg lehet császározni, úgyhogy még mindenki jól járjon? Abszolút, meg lehet császározni, és ez is történik azokban az esetekben, olyan komplikáció lép föl, aminek további hatásai lehetnek a gyermekre, akár az anyára, és akkor császármetszés a megoldás. Uh-huh. Tehát nem tud úgy elakadni a gyerek, hogy már se császárral, se normálisan ne szülessen. Nézze, minden lehetséges. Ja, hogy minden van, ami... Persze, el tud akadni. Ami rossz, csak azért azt tudni kell, hogy Magyarországon a legtöbb orvosi per az a szülészetek esetén. Tehát a szülészek azok, akik első számú célpontjai annak, hogy valaki, valami történt a gyerekkel, és akkor a szülőnő perli az orvos. Ez egyébként abban az értelemben jogos, hogy a szülész rossz döntése következtében szokott a gyerek, nem tudom én, oxigénhiányosan betegen születni, vagy belehalni a megszületésbe. Tehát hogy ez általában műhiba kérdése? Minden lehetséges. Értem, jó. Akkor ezt a továbbiakban nem ásnám. Azt viszont szeretném megtudni, hogy a később az ilyen 40 fölött szülő nőknek a regenerálódása, tehát a... Nehezebb. Igen? Rögtön. Igen, mondom, hogy nehezebb, de viszont két nagyon érdekes dolgot akarok mondani. A 40 év fölött szülők gyermekeiről. Egy dél-karolinai kutatás azt mutatta ki, hogy a gyerekek, akik 40 év fölött születtek, 40 év fölötti nőknél születtek, azok sokkal kiegyensúlyozottabbak, magasabb IQ-val bírnak, nyugodtabbak az életbe, jobban tanulnak az iskolákban. Tényleg. És gyakrabban mennek tovább tanulni egyetemre. Mert a mama kevesebbet fűvezett, már lenyugodott. Nem, azt gondolom, hogy ők ezt azzal magyarázzák, hogy részben jobb szociális körülmények közé születik, a szülők már megalapozottan készülnek a terhességre, ha megszületett a gyerek, akkor sokkal nyugodtabbak, kevesebbet kiabálnak a gyerekkel, kevesebbet vannak kiborulva, ha a gyerek nem azt csinálja, amit akar, és ennek eredmények között egy ilyen nyugodtabb millióben növekszik, aminek az eredménye az, hogy nyugodtabb, az iskolában jobban tanul, stb. Nincs igazán magyarázata, hogy mégis mi ennek az oka, de ez egy
10 000 szülőnőnél elvégzett vizsgálata, ami azt mutatja, hogy ez egy releváns dolog, tehát biztos, hogy ilyen ez nagy mintával már nem ez szoktak vitatkozni. Nem szoktak igazán vitatkozni. És még egy nagyon érdekes dolog, ezt a múltkor az egyik műsorban elmondtam, és utána kaptam is egy csomó levelet azzal kapcsolatban, hogy a nőknek, akik 40 év után szülnek, egyértelműen javul a memóriája. Ó, ha ezt tudom. Ha ezt idejében tudom. Javul a valószínűleg ez az ösztrogén és a progeszteron hormonoknak a hatása az agyra, valószínűleg további vizsgálatra. Nagyon érdekes szükség. Egyébként, mert az ösztrogén és a progeszteron jelenléte a nők életébe eddig mondjuk a menopauza, a csontritkulás, stb.-vel kapcsolatban került szóba a hormonpótlása. Illetve a rossz indulatú daganatok kialakulása. Igen, hát ez volt az ellenérv, hogy egyébként igen. Azért ne fényesítsük a hajunkat és a csontjainkat feleslegesen bevitt hormonokkal, mert az viszont egy csomó mellrákot, meg nem tudom micsodát idézhet elő. Tehát, hogy az én generációm, az pont ennek a hormonforradalomnak a célszemélyeiből állt össze, mert hogy először elkezdtek nekünk nagyon lelkesen hormonokat adni, majd utána gyorsan elkapkodták előlünk, hogy mégis csak tessék természetesen öregedni, mert különben rákja lesz ennek ez a így korcsoportnak. Igaz. 20 évvel ezelőtt én is nagyon... Szívesen adott hormont? Szívesen adtam hormont, sőt részt vettem ezekbe a kutatásokba, ahol kipróbáltuk. Sajnos utána ezek a kutatások azt bizonyították, hogy igazán például a csontritkulást szinten tartja, de igazán javulást elérni nem tudtunk. És akkor jöttek a különböző mellékhatások, rosszindulatú daganatoknak a kialakulása, stb. De hát mindent mérlegelni kell, mert azért, hogyha valakinek a változókor olyan klinikai tüneteket produkál, aminek eredményeképpen romlik a életminősége, akkor valamilyen középmegoldást mindenképpen meg kell találni. És akkor ezeket ugye mérlegelni kell, hogy mit ad az ember. Azt szerettem volna még gyorsan megbeszélni, hogy az utóbbi, hát szerintem 5 évben nagyon gyakran hallunk az endometriózis című teljesen megfoghatatlan a laikusok számára, megfoghatatlan betegségről, mind egyébként a termékenységet befolyásoló betegségről, meg az inzulin rezisztenciáról, mint szintén ilyen teherbeesést gátló dologról. Az inzulin rezisztencia az a cukorbetegségnek valami titkos formája, vagy micsoda? Az inzulin rezisztencia az egy cukorbetegségének tulajdonképpen az előkapuja. Tehát ez egy szénhidrát anyagcsere változás, aminek eredményeképpen úgy derült ki az egész dolog az inzulin rezisztenciával, hogy nagyon gyakran a meddő betegeket vizsgáltuk, és kiderült, hogy nagyon soknak a családban mondjuk diabétesze van. És akkor innen indult el az egész inzulin rezisztencia, de ez egy nagyon nehéz kérdés, hogy mikor kell kezelni, mikor nem kell kezelni. Azért nem került eddig sor erre, hogy az endometriózisról és az inzulin rezisztenciáról beszéljek, mert hogy ugye nem beszéltünk arról, hogy mondjuk a 40 év fölötti nőknek, ha nehezebben esnek teherbe, azon kívül, hogy ha már terhesek, mit kell csinálni, de előtte rendkívül fontos a kivizsgálás. És a kivizsgálásnak két nagyon fontos kérdése, ki kell zárni az inzulin rezisztenciát, és ki kell zárni az endometriózis, mert mind a kettő tulajdonképpen meddőséget okozhat. Jó, tehát azzal kezdjék azok, akik ilyen késői teherbeesésre gyúrnak, hogy nézessék meg magukat mindenféle módon. Ez így igaz. Én azt gondolom, hogy Magyarországon erre igazán protokoll nincs, de azt szeretném javasolni, hogyha valaki eldönti 40 év körül, hogy teherbe szeretne esni, és egy év alatt nem esik teherbe, mindenképpen fel kell keresni egy nőgyógyát, és el kell kezdeni a kivizsgálat. Az Egyesült Államokban
meddőségről csak akkor beszélnek, ha minimum 24 hónap telik el, hogy egy nő nem esik teherbe. Ott 2 évet adnak? Tehát 2 évet adnak azzal, hogy tulajdonképpen teherbe kell esni. Ez rendben van, de hát azért 40 fölött 2 évet adni, az már dőreség, nem? Ezért mondtam, de hát, és ennek még egy fontos dolga van az Egyesült Államokban, hogy a biztosító így fizeti. Ja, értem. Még van 2 percünk, és még azt szeretném megkérdezni, hogy az egyik közeli ismerősöm 47 évesen szült egy szuper gyereket most, de azt mesélte úgy, hogy már van egy 24 éves, meg egy 20 éves gyereke. És hogy azt mesélte, hogy azokat ugye 20 éves kora környékén szülte a másik 2 nagyot, hogy hát ég és föld a 2 terhesség, mármint hogy fiatalabban jobb ízűen hordta ki a gyerekeket, mert ezt lelkileg nagy boldogsággal vette, de azt mondta, hogy fizikailag azért 46 és fél évesen ez egyáltalán nem volt egy nagyon boldog menet, tehát hogy sokkal kevésbé érezte magát fitnek, mint amennyire... Természetes, ez azzal kapcsolatos, hogy tulajdonképpen először is, hogy a szervezet terhelhetősége 45 év fölött romlik. Igen, és akkor még az ember nem érzi. Tehát ha nem terhes, akkor ez nem mutat. Ha nem terhes, akkor ezt nem érzi. Ezért érezte, de ennek van ellenkező esete, és nekem van egy szülőnöm, aki 48 éves korában szült, és azt mondta, hogy sokkal könnyebben hordta ki 48 éves korában a terhességét, mint az előző 2 gyermekénél, akit 25 és 27 éves korában szült. Tehát mindenre van példa ezek. Mindenre van. Még egy utolsó kérdezek. 50 fölött is lehet szülni? Vagy az már ilyen össze-vissza forszírozott, macerált, hormonnal előkészített? Erre annyit tudok önnek mondani, hogy ez hormonnal előkészített turmix, de azért Magyarországon is van eset. Többek közt egyes celebek, akik 50 év fölött szültek. Tehát akkor mindenki akkor szüljön, amikor akar? Ez a nem, minden... továbbra is azt mondom, hogy van egy biológiai időabla. Azt meg kell próbálni betartani, hogyha úgy alakul valakinek az élete, hogy ez később lesz, akkor pedig azt gondolom, hogy nyugodtan vállalhat terhesség. Köszönöm szépen, főorvos úr! Önök a heti vizitet látták. A legközelebbi alkalommal 2 hét múlva nem nőgyógyászattal folytatjuk, ezt megígérhetem, viszontlátásra. Én is nagyon szépen köszönöm.